Harmadik évünket tapossuk a PlayStation 5 érában. Hogy ez mit is jelent, érdemes lehet zsinór mértéknek az előző generációt használni. Egy generációval korábban ennyi idő elteltével ugyanis már olyan címek érkeztek a 2013-ban megjelent PlayStation 4-re és kifejezetten PlayStation 4-re, mint a Drive Club, a Bloodborne, az Infamous Second Son, a Killzone Shadowfall, az Order 1886 vagy az Until Dawn. Bár látszólag nem sok minden változott, hiszen Souls-like exkluzív most is van a Demon's Souls remake személyében, open world kalandjátékunk is a Horizon Forbidden West képében, és autós játékunk is Gran Turismo 7 néven. És bár ebből a nézőpontból látszólag ez a generációs rajt sem sokban különbözik az előzőtől. És ha még alaposabban vizsgáljuk a jelenséget, nem csak azt látjuk, hogy a PlayStation 3-ról PlayStation 4-re átállásnál már önmagában az X86-os architektúra képbe kerülésével szignifikánsabb, szinte elvágólagos generációváltás következett be, mint PlayStation 4-ről PlayStation 5-re átállásnál, de ezzel egyidejűleg azt is megérthetjük, miért könnyebb az átjárás PlayStation 4 és PlayStation 5 között, mint volt a PS3-PS4 között. Ugyanakkor az is tény, hogy bár látjuk a PS5 erejét, teljesítmény többletét és vitathatatlan értékeit, de a benne rejlő delej kiaknázására hivatott játékok nem csak szállingózva érkeznek, de az utolsó célzottan PS5-re készült játék konkrétan a Ratchet & Clank Rift Apart volt, és azóta tulajdonképpen csak cross-gen címek érkeznek mind a Sony-tól, mind mindenki mástól, és ahogy elnézzük a jövőbeli felhozatalt, ez feltehetően még jó ideig így is marad. Óhatatlanul felmerül az emberben, hogy pusztán a mostanáig nagyrészt kihasználatlanul maradt ray tracing és a cserébe kifejezetten hasznos SSD jelenlét, meg persze sok minden más, de tudatosan sarkítottam a kérdést, megéri-e azt, hogy az ember kibekkelje a PS5-öt? És ha talál is egyet a boltokban, ami egyfelől még mindig ritka, mint a fehér holló, ráadásul jellemzően valamilyen bundle, ami persze megmutatkozik az árban is, elkölcsön rá 230 ezer és 4 millió forint közötti összeget, különösképpen, ha a legtöbb játék amúgy is érkezik a jóval olcsóbb PS4 gépekre is. Nemrég néztem szét a Facebook Marketplace-en, és kb. 100 ezer forintig bezárólag hozzá lehet jutni a használt PS4 Pro modellekhez, amik ugyanúgy elhajtják a Miles Morales-t, a Kenát, a Forbidden West-et, a Gran Turismo-t és a többit. A közösségi oldal piac felülete mellett a legnépszerűbb viszonteladók és konzolokra specializált üzletek és a másodpiaci gyűjtő oldalak is rendkívül kedvező, többségében 5 számjegyű összegért értékesítenek használt PS4 konzolokat, amelyek tökéletesen alkalmasak arra, hogy az előző generáció kiemelkedő játékaiból a lehető legtöbbet kihajtsák, így ha hajlandóak vagyunk lemondani az imént említett újabb funkciókról, célszerű körbenézni ezeken a piacokon, mivel így jelentős összegeket spórolhatunk ahhoz képest, ha újonnan próbálnánk prefgen gépeket vásárolni. Ugyanitt persze lehetőség nyílik a PS5 tulajok számára, hogy előző generációs gépeiket értékesítsék, a rövid kutatás során szerzett tapasztalataim szerint igencsak jó pénzekért. A kísérletet bővítve arra gondoltam, hogy kicsit elmerülök abban, hogy milyen érzés egyik-másik PlayStation exkluzív játékkal játszani prefgen környezetben, tekintettel arra, hogy a számokat ismerem, az élmény is a kezemben van, de utána járni, hogy az élmény mennyit számít annak, akinek nem számít a 4K, a 60 FPS-t is fel tudja áldozni az árérték arányoltárán, és a 20-30 másodperces töltőképernyőkhöz is hozzászokott már. Vagy egészen egyszerűen csak sokkal 200 plusz ezer forintot kiadni egy olyan rendszerre, aminek a játékai többségében olcsóbban, előző generációra is elérhetők, és inkább lényegesen olcsóbban másodkézből is hajlandó konzolt vásárolni, azt feltételezve, hogy a jelenlegi generációt megközelítő élményben lehet része. Lássuk, ez mennyire érvényesül a gyakorlatban. Kezdjük egy könnyű példával, a Kena Bridge of Spirits-szel. Ez a kedves kis családbarát játéknak tűnő cím ne tévesszen meg senkit, a bosszok a Souls-like játékok könyörtelenségével bírnak. De nem ez az érdekes benne önmagában. Jelenlegi ismereteink szerint a Kena Bridge of Spirits PlayStation 4 Pro-n dinamikus 1440p felbontás mellett produkálja a stabil 30 FPS-t. Ezzel szemben PlayStation 5-ön vagy szintén dinamikus 4K felbontásunk van ugyanúgy 30 FPS-sel, vagy megint csak dinamikus 1440p felbontásunk cserébe 60 FPS-sel. Persze mondhatjuk, hogy a 60 FPS elhagyhatatlan a boss harcoknál, de ne felejtsük el, hogy az egyik nagy közönségkedvencnek számító Bloodborne is 30 FPS-sel futott már amikor. Nem elvitatni akarom a 60 FPS jelentőségét, csak jelezni, hogy nem mindig volt ez kerékkötője vagy hátszele az élménynek. Szóval megéri kenázni prefgen rendszeren? Abszolút.
Vegyünk egy másik példát, a PlayStation 5 egyik launch címét, a Miles Morales-t. Ez az utolsó pókember játék, amit kaptunk, és bátran mondhatom, hogy várakozáson felül sikerült. A PS4 Pro változat alulról súrolja a Full HD-t 30 FPS mellett, PS5-nél három különböző beállításunk is van, és őszintén szólva itt igen feltűnő különbségeket találunk, különösen azért, mert a Miles Morales azon kevés PS5 játékok egyike, ami igen látványosan kihasználja a Ray Tracingben rejlő lehetőségeket. Az összes képességet a Performance RT mód foglalja magában, ahol 60 FPS-ünk van Ray Tracing mellett 1440p felbontással, tehát ez egy abszolút overkill megoldás ugyanarra a játékra, ami ténylegesen demonstrálja a PS5 erejét az előző generáció fölött, akinek persze mindez nem számít, az tökéletesen megtalálja a számításait PlayStation 4 Pro-n is, de nem ez a játék lenne az, amivel a kompromisszum készség előnyeit reklámoznám. Térjünk rá egy másik open world játékra, ami nem más, mint a nemrég megjelent Forbidden West, ami nekem személy szerint messze nem tetszett annyira, mint amennyire ennek ellenére beszippantott a játék, és nem ereszt hetek óta. Szerintem ebben a kategóriában sokkal jobb induló volt a Tsushima, de mégsem tudok szabadulni a Forbidden West mini feladatainak bűvöletéből. PS5-ön, akinek a teljesítmény fontos, választhatja az 1800p 60 fps módot, akinek pedig a részletgazdagság, az ugyanúgy 1800p felbontást kap 30 fps mellett, viszont lényegesen gazdagabb vizuállal. Ray Tracing egyik esetben sincs. PlayStation 4 Pro rendszeren felskálázott 1080p-t használ az előző részben látott natív 1080p helyett, ugyanúgy 30 fps társaságában. Tehát fogalmazhatunk úgy, szigorúan a felbontás framerate 2-ös bűvöletében egy Full HD TV-nél nem sok különbséget fogunk tapasztalni az előző generációs rendszereken. És akkor záróakkordként beszéljünk egy megkerülhetetlen műfajról, az autóversenyről. A szintén cross-gen címként induló Gran Turismo 7 esetében legalább elmondhatjuk, hogy a GT7 legalább kamatoztatja a Ray Tracinget, természetesen PS5-ön, és ott is csak a visszajátszásoknál. Ezen kívül a PS5 változat natív 4K felbontás mellett fut 60 FPS-sel. Ezzel szemben a PS4 Pro változat dinamikus 1800p felbontást kapott, szintén 60 FPS mellett. Tehát magabiztosan állíthatjuk, hogy ha valakinek nincs Digital Foundry szeme, csupán egy szép és jól futó végeredményt szeretne kapni, akkor a GT7 esetében gyakorlatilag egyik generáción sem tévedhet. És ezzel el is jutottunk a konklúzióig, ugyanis ott tartunk, amit az egyes tételeknél is hallhattatok. Persze vannak részletek, vannak olyan szempontok, hogyha valaki elnéz messze, akkor látja a házat a hegytetőn, vagy ha a visszapillantó alá pillant, látja az aszfaltot, vagy csak valami blőrözött felületet, de az, az igazság, hogy a legtöbb ilyesmi legfeljebb kimerevített kép mellett tűnik fel, aki pedig inkább játszana ahelyett, hogy a tűt keresse a szénakazalban, annak kirívó esetektől eltekintve, mint például a Miles Morales, teljesen kielégítő választást lehet egy second hand piacról beszerzett PlayStation 4 Pro a PS5 helyett. A generációváltás harmadik évében még mindig nem csupán anyagi érvek szólnak az előző generáció mellett, de sok esetben teljesítménybeli szempontok is. Nagyon bízom benne, hogy ezek a jelenségek hamarosan elmúlnak, és végre eljutunk abba az időszakba, hogy egyetlen megveszekedett érvet se lehessen felhozni a Prevgennél maradás mellett, hanem arra bíztathassak mindenkit, hogy megéri összespórolni azt az összeget, és megéri most azonnal átállni PS5-re, amíg viszont ez nem történik meg, egészen nyugodtan maradhattok a PlayStation 4 Pro-nál is. Viszont azok számára, akik már beszerezték a PlayStation 5-öt és nem terveznek hozzányúlni korábbi gépeikhez, mindenképpen célszerű elgondolkozni a visszaforgatáson. Ahogy korábban is említettem, a másodlagos piac rendkívül élénk. A Facebook vásárló felülete mellett rengeteg hivatalos viszonteladó foglalkozik használt konzolok és perifériák beszámításával, amikkel jelentősen akár több tízezer forintnyi összegeket lehet lefaragni például az újonnan megvett konzolárából, esetlegesen PlayStation exkluzív perifériákra is becserélhetők. A fentiek tanulsága, hogy a Prevgen gépek a jelenlegi gaming környezetben sem számítanak ócskavasnak, így semmiképpen sem célszerű a polcon hagyni porosodni. Ha már egészen biztosan nem nyúlunk hozzájuk, érdemes továbbadni, így a pénztárcánk és a jövőbeli tulajdonos is mindenképpen jól jár. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Zoli voltam, hamarosan még jövök vissza. Sziasztok!